külföldi magyar hősök forognak a sírjukban a román temetőgyalázás, majd a Fidesz kormány szolgalelkűsége miatt, miután Szijjártó Péter elnevetés nélkül elfogadta román kollégájának diktátumát, a katonatemető államosítását, amit pedig még az RMDS is ellenez. Szijjártó Péter a Mi Hazánk közleményben történt tiltakozása után, bár azt mondta, hogy az Uszvölgyi sírkert eredeti állapotának helyreállítását akarja, ez azonban csak akkor volna hihető, ha nem bólintott volna rá az államosításra, de ő elfogadta, hogy Kecskére bízzák a káposztát. A Mi Hazánk mozgalom szerint a történelem hamisító román állam térhódítását, így a katonatemető államosítását sem volna szabad elfogadni. A diplomáciai szabályokat felrúgó nagykövetüket ki kellene utasítani Magyarországról, és a magyar-román alapszerződés felülvizsgálatára is szükség volna. A Fidesz sajnos még mindig nem tanult a román EU csatlakozás feltétel nélküli támogatásából, mely 2005-ben az erdélyi magyarság hasonló elárulása volt, mint a mostani. A diplomáciai fegyver letétel sajnos nem csak a Károlyi Mihály félékre jellemző, hanem a szavakban gyakran hangzatos szólamokat megütő Fideszre is, mely most Szerbia hasonlóan feltétel nélküli EU csatlakozásának megszavazására készül, miközben most sem halljuk az uszvölgyi botrány ügyében például az unió tiltakozását. Sőt, a Magyarországra akkreditált nagykövetek is inkább csak a homoszexuális propagandáért állnak ki ebben az időszakban. Európa legnagyobb jogfosztott nemzeti kisebbsége, a Trianonban elcsatolt területek magyarsága így magára maradt, nem törődnek vele. A román diplomácia nemzetközi propaganda gépezete most ismét ontja a hazugság propagandát, ezért a magyar külügyminisztériumnak haladéktalanul tiltakoznia és ellensúlyoznia kellene azokat tényszerű tájékoztatással, kampányt indítva például Tégy a magyar gyűlölet ellen címmel. A Mi Hazánk mozgalom szerint nem Oroszországgal szemben kellene szankciókat alkalmazzon az EU részeként hazánk is, az amerikai érdekek kiszolgálása mentén, hanem Romániával kapcsolatban kellene megvizsgálni, hogy milyen eszközök maradtak az EU csatlakozásuk feltétel nélküli megszavazása után. A történelmi árulásuk miatt is frusztrált román soviniztákkal meg kell értetni, a halott katona nem ellenség. Erre a figyelemfelhívó koporsóra azért írtuk ezt rá, hogy ráébresszük a románokat is, hogy nem kellene mindig ellenséget gyártani élő és már holt magyarokból. Talán azt is írhattuk volna erre a koporsóra, hogy legalább a hősi halottainkat ne lopják el. Gyalázatosnak tartom ugyanakkor a magyarországi balliberális pártok hozzáállását is ehhez az uszvölgyi botrányhoz, hiszen például a Momentum egyenesen odaig ment, hogy a Mi Hazánk mozgalmat, illetve Torockai Lászlót hozta hírbe, tette felelőssé a sír gyalázással kapcsolatban, holott miért soha nem tettünk, nem is tennénk, sőt, a Magyar Honvédség hadisírgondozó részlegéhez beosztott önkéntes tartalékos honvédként. Múlt hónapban is voltam például úgynevezett hadisírgondozó munka bevetésen. A magyar honvédek és szövetséges, de idegen katonák sírhelyét is tisztelettel ápoltam egyenruhás szolgálatom alatt. Ezért is gondolom azt, hogy a hősi halottakat illő volna méltósággal kezelnie a román államnak is. A magyar kormány szolgalelkűsége miatt sajnos csak vérszemet kapnak a románok. Nem kellene szégyelni ezzel szemben például a nemzeti összetartozás valóban ünnepének nyilvánítani, de inkább a második bécsi döntés évfordulóját. Emlékszünk, köztudott, hogy a határozat kihirdetésekor a román külügyminiszter elájult. Az efféle történelmi diadalokból kellene végre magyar történelmi filmeket kelleni. Ez is egy súlyos történelmi mulasztása még a magyar kormányzatnak. Pedig az ilyenekből szerezhetnék vissza az önbecsülésüket a magyarok, akiknek sajnos most ez egy újabb pofon, ez a kormányzati mulasztás, ezzel a szolgálelkűséggel elkövetett árulással kell most szembenéznünk, az uszvölgyi temető államosításának szó nélküli elfogadásával, mely után a külhoni magyarokat sajnos még kevésbé fogják várhatóan emberszámba venni a románok. Múlt szombaton sírkereszteket vittünk a főkonzulátus elé, bizonyítva azt, hogy abban a pillanatban, amikor ők minden évben Szegeden megünneplik
illetve megemlékezést tartanak a belvárosi temetőben, a hős román katonai síremléknél, háborítatlanul, anélkül, hogy bárki bántaná őket, hiszen mi magyarok tisztában vagyunk vele, hogy 1000 éves történelmünk során megtanultuk azt egy történelmi Magyarországgal, ami egy sok nemzetiségű ország, hogy igenis együtt kell élnünk a halottakkal is, és ezeknek a halottaknak a tiszteletét minden esetben be kell tartani, és meg kell tartani. A szegedi főkonzul soha semmilyen bántódása nem esett akkor, amikor ezt megtette, és évről évre újból és újból megteszik. Mi szeretnénk, hogy ez továbbra is így lenne, cserébe azt kérjük, hogy a román területen lévő magyar sírokat és síremlékeket a románok ugyanúgy tartsák tiszteletbe, mint ahogy mi ezt megtesszük. Nem az első eset egyébként, hogy magyar halottakkal problémájuk van a román kormánynak, hiszen pontosan 7 évvel ezelőtt Nyírő József újratemetése kapcsán már elég komoly parázsviták voltak, diplomáciai csatározás. Akkor elhangzott egy mondat, amit most meg kell újból erősítenem. Győzelemre ítéltetett az a nép, akinek a halottaitól is félnek. Ez mutatkozott meg most az Úzvölgyében is, hiszen az úzvölgyi magyar temetőtől 12 kilométerre ott van a román temető teljesen elhagyatottan, nekik mégis ugye a magyar temető kellett. A szegedi főkonzulátus előtti akciónkat folytatni fogjuk, ami azt jelenti, hogy emlékeztetőt fogunk minden egyes alkalommal, amikor tehetjük, elhelyezni ott, egészen addig, ameddig az úzvölgyi temetőt olyan állapotban vissza nem helyezik, ahogy az mindkét félnek megnyugtatóan elégséges. Arra szeretnénk kérni a magyar kormányt, hogy ebben az esetben álljon a mi pártunkra, a magyarok érdekeit szolgálja, és mindenféleképpen kerüljük el azt az atrocitást, amire várható, hogy akár a szurkolók, akár a szélsőségesek oldják meg ezt egymás közt, próbáljanak meg olyan politikai megoldást találni, hogy a magyar közösség, az Erdélyben élő magyar közösség nyugodtan hagyhatja álomra a fejét. Jó, hát teszünk egy próbát, hogy a nagykövetség hajlandó-e fogadni minket és tárgyalásokba bocsátkozni. Sajnos azt láttuk az eddigi megmozdulásoknál, hogy elbújtak és a nagykövetségi épületbe bújtak, de láthatóan a nyitott ablakokból is láthatóan, és hát elvileg munkaidő van, bízunk benne, hogy fogadják a Mi Hazánk mozgalmat. A beszédet úgy tűnik, hogy nem csak a külügyminiszterrel tagadják meg, hanem a magyar társadalmi szervezetekkel is. Természetesen megpróbálkozunk a szegedi főkonzullal is. Ahogy visszaértem Szegedre, megpróbálunk ott is. Egy jegyzéket fogunk neki átadni. A könnyebbség kedvéért román nyelvül, nem vagyunk teljesen biztosak benne, hogy a magyar nyelvet bírja. Megpróbáljuk majd ott is, illetve hát mindenütt minden vonalon. Az olyan frusztráció van a román államban, hogy ezt nem képesek levetkőzni. Rökké nem bujkálhatnak ők sem. Hoposul megvárja őket, de... szimbolikus figyelem felhívó szöveges üzenettel is. És a koporsót esetleg nem vennék rá,
ezt még nem gondoltuk végig. Igazából arra számítottuk, hogy kinyitják, be tudunk menni vele, és tudunk erről tárgyalni velük. Egyelőre várunk, türelmesek vagyunk. Jó. Jó, de...